szerintem izgalmas, hogyha az ember utána tud olvasni annak a karakternek, ami egyébként mondjuk egy valós karakter volt, mint például az enyém, hogy mit lehet róla megtalálni, de van, ami univerzális, és teljesen mindegy, hogy hányat írunk, és ezek az érzelmek, azok nem változnak valójában. Az érzelmi motivációk, ezekben ugyanúgy el tudunk veszni mi is, amikor nézzük a tévét, és azt látjuk, hogy egy science fiction-t nézünk mondjuk, és semmi köze a valóságnak, és mégis érzelmek hatnak ránk, vagy amik ott történnek abban a filmben, mert mi is tudunk kapcsolódni hozzá, de mindenkinek megvan a saját kapcsolódása, hogy miért, és mikor, melyik ponton érzékenyül el, úgyhogy ez nagyon egyéni, azt hiszem, de ehhez nincs szükség arra, hogy elvesszünk a korban. Szerintem ami fontosabb annál, hogy mik a motivációk, és azt hogyan tudjuk magunkhoz kapcsolni. Palocsai Annáéknál, vagy abban a korban, az ő életükben ez nyilván természetes volt, hiszen rengeteg hadjárat volt, ahova elmentek a férfiak, vagy háború, csata, tehát ott nyilván természetes volt az. És egészen sokáig, tehát azok az emberek, akik ehhez szoktak hozzá, azokban a korokban, ahol ez gyakori volt, ott az élet része volt az, hogy várnak, reménykednek és bíznak abba, hogy hazatér majd a szerettük, aki egy férfi. Úgyhogy mi ezt szerintem fel sem tudjuk fogni, hogy mit jelent és mivel is jár. Persze, hogy van megfelelési kényszere a Palocsai Annának, hiszen egy olyan ketrecben vagy kalitkában nőtt fel, ahol különböző elvárásoknak kell megfelelni, és pontosan tudja, hogy az ő élete az arról szól, hogy megfeleljen a rendszernek, amiben ő felnőtt, amiben ő beleszületett, és a kijelölt utat végigjárja, ami rávár. Azt látom, és nem csak magamon, hanem így a partnereimen is, hogy amikor felveszik a ruhát, és elkészül a hajuk, a sminkjük, az utolsó ékszer is felkerül rájuk, máshogy létez, más a kisugárzásuk, máshogy intonálnak. Tehát szerintem akkor lesz készen valószínű egy karakter, amikor úgy az utolsó hajszál is a helyén van. Akkor érzi szerintem. Láttam a körülöttem lévő nőkön, férfiakon, hogy akkor már más tempóban sétálnak, szóval nagyon segít és nagyon szükséges így, hogy minden egyben legyen ahhoz, hogy megszülessen egy karakter, és aztán nem beszéltünk még arról, hogy ott a helyszínen a gyönyörű bútorok, a fények, így szép lassan összeáll minden. Egy kosztümös filmnél nagyon oda kell figyelni, főleg, hogyha nyáron forog, hogy ne barnuljunk le, nagyon kell vigyázni arra, hogy megőrizzük a szemöldökünk formáját, tehát hogy ahhoz például nem nagyon lehet nyúlni ilyenkor, vagy már jó előtte, vagy külön egyeztetve a maszkmesterrel, hogy akkor milyen irányt vehet és miért nem. Nyilván a hajunk, körmünk állapotára is vigyázni kell, tehát nem lehet használni semmi körömlakkot, géllakkot. Mindenre odafigyelnek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kis munkafolyamat. Nagyon boldog vagyok, hogy Palocsai Anna lehettem, és nagyon tetszik ez a karakter. És biztos majd 20 év múlva máshogy beszélek erről, most én még nem tudok ennél többet mondani, mint hogy nagyon szívesen a Palocsai Anna bőrébe bújtam, és bármikor megtenném. Az megható, az nagyon kedves, ott szomorú vagyok, amikor véget ér egy forgatás, és akkor rájött az utolsó napom. Hát az mindig szomorú, hát mindig jobb elkezdeni valamit, mint lezárni, mert amikor már lezárod, akkor látod az ívet, ugye, amin keresztül mentetek, és ha az jó, már pedig ez jó volt, akkor az úgy tud hiányozni, hogy ó, de kár, bárcsak újra kezdhetnénk.